Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai téma az a bar mitzva és bat mitzva szokásai és az arra való felkészülés. Nem fogom eltitkolni. Én azért foglalkozok mostanában a bar mitzvával. Nem bat mitzva, bar mitzva. Ugye a bar mitzva az, amikor a fiúk nagykorúak lesznek, és a bat mitzva, amikor a lányok nagykorúak lesznek. Én most készülök a bar mitzvára, mert a Hersmeyer fiamnak lesz a bar mitzvája kevésbé, mint 3 hét múlva, Tammuz 5-en. És akkor ezért olvasok és nézem át most a bármicaféle szokásokat, csak gondoltam egy kicsit összefoglalni a témát. Először beszélünk általánosságokban, utána majd külön a bármica és a bátmica. Először tudni kell, hogy hogy minden gyereknek van az elején ő kiskorú, és aztán nagykorú. Milyenek a jelentősége? A jelentősége az, hogy kiskorú időszakában nem lehet őt felelősségre vonni semmire, és mivel nem lehet felelősségre vonni, nem lehet megparancsolni neki. Mert ő még kiskorú, fejlődnie kell, hogy elérjen azt a szintet, amikor lehet neki már valamit parancsolni, már tudja a felvállalni, tudja, hogy minden cselekedetnek van következménye, ez a nagykorú, az a kiskorúsága. Amikor a nagykorú lesz, aztán innentől kezdve ő már elérte azt a szintet, hogy ő már felelős a saját tetteiért. Mikor van ez a nagykorúság? Mikor lesz kiskorúban, nagykorúban. Nagykorú. Általában a polgári jogban 18 éves az, aki nagykorú. Aki még 18 év alatti, az kiskorú. A halakában a nagykorúság az nem 18 évesen, hanem sokkal fiatalabb. Fiúk esetében 13 éves, és lányok esetében 12 évesen. A Talmud azt mondja, azért van ez az eltérés, mert a lányok gyorsabban fejlődnek, és már 12 évesen már tudnak, már felelősséget tudnak vállalni. És itt érdemes tisztázni, hogy amikor azt mondjuk, hogy 13 vagy 12 éves valaki nagykorú, az tényleg ugyanolyan nagykorú, mint 18 éves? Hát mindenki, aki valamikor 13 éves volt, vagy 12 éves, aztán 18 éves lett, látja a különbséget. Igen ám, de ha valaki 18 éves volt, és aztán 25 éves lett, akkor is látja a különbséget. Akkor a kérdés, hol húzunk a vonalat? A halakha azt mondja, amit előbb említettem, a nagykorúság ez az, amikor ő képes megérteni, hogy vannak következmények a cselekedetének. Mondjuk, ha jól viselkedik, akkor a szülők örülnek neki, és lesz jutalma. Ha rosszul viselkedik, lesz büntetése. Nem jelenti az, hogy egy kisgyerek, kiskorú nem képes ezt megérteni, de nem természetes neki, és képes sokszor ilyen figyelmen kívül hagyni. Sajnos nagykorúságban is olyan az ember figyelmen kívül hagyja, tehát már a saját felelősségére teszi. Szóval a halakha szerint 12 éves lány, 13 éves fiú már képes olyan szinten érett,
hogy ő felelősséggel lehet a saját cselekedete, innentől kezdve már a minden cselekedet már tényleg van következménye. Kiskorúságban valójában nincs következménye, mert neki rá nem vonatkoznak az előírások itt egyenesben. Nem jelenti az, hogy kiskorúságban a gyerek nem gyakorolja a micvákat és nem tanul tórát, ez pedig egy másik szempontból jön. Ez pedig az a szempont, ami chinuch, nevelés szempontjából. Nevelni kell a gyereket, rá kell szoktatni, meg kell ismertetni vele a micvákat, mert a kiskorúságában nem fogja ismerni, a nagykorúságban se fogja gyakorolni. Meg kell szoktatni erre, hogy amikor nagykorú lesz, akkor már fogja ismerni, és teljesen természetes lesz ez neki. Van egy szempont, amikor kiskorúságában már egy picit nagykorú, az pedig a fogadalmak szempontjából. A Tóra azt mondja, van egy olyan fogalom, ami mufla hasza muhle is. Ami azt jelenti, hogy amikor már egy kicsit közel van a nagykorúságához, akkor már érvényes lehetnek a fogadalmai. Mit jelent érvényesek lehetnek? Érvényes lehet, ez azt jelenti, ha beszélünk vele, és látjuk, hogy érti, hogy mit jelent a fogadalom, akkor már érvényes. Ha még mindig nem érti, akkor nem érvényes. Nagykorúságában mindenképpen érvényes. Menni egy idő a nagykorúsága előtt, amikor lehet azt mondani, hogy ő már közel van, és ha érti, akkor már érvényes a fogadalma, egy évvel hamarabb. Azt jelenti, hogy a lánynak 11 évesen, és egy fiúnak 12 évesen. Ebben az évben attól függ, hogy mennyire érett, érti vagy nem érti a fogadalmak. 13 éves vagy 12 éves van mindenképpen érvényes. Más szempontból az csak nevelés szempont. Az csak nevelés, rá kell szoktatni a gyerekedet, kóser legyen, hogy imádkozzon, szombatot tartson, stb. Mert ez segíti majd a jövőben nagykorúságában. Egy micva van, pontosabban két micva van, amire nem nevelünk a gyereket igazán kiskorúságában. A Jom Kippuri bőtre, arra nem nevelünk a gyereket, mert nem egészséges egy kiskorú gyereknek ott bőtöljen. És ezért hiába ráveszünk őt, hogy imádkozzon és tartson szombatot és minden más, de a bőt nem. Még Jom Kippur napján is ráveszünk őt, hogy ne végezzen semmiféle munkát, mert Jom Kippuri nap az olyan, mint szombat, teljesen pihenni kell. Ráveszünk őt, hogy ne járjon bőrcipővel, de nem veszünk rá őt arra, hogy bőtölje. Mert nem egészséges. Egy picit, amikor közeledik, amikor már nagyobb lesz, 9-10 évesen, akkor egy pár órát. Például azzal kezdünk, hogy este. Ugye a Jom Kippuri bőt az estétől estig tart, engesztelés napján. Akkor első lépésben azt mondjuk neki, hogy mivel késő délután van egy étkezés, azt mondjuk neki, hogy egyél, igyál, mert ahogy befejeztünk, és kezdődik az ünnep, akkor ma este már nem, mielőtt mész aludni, nem iszel egy pohár vizet, vagy nem eszel valamit, mert Jom Kippur van. Ez se 7 évesen, 8-9 évesen, úgy, hogy késő délután 5-kor, 6-kor, akár 7-kor eszik, iszik, és aztán ez teljesen rendben van. Reggel már ehet is ihat. Amikor már nagyobb a gyerek, akkor azt mondjuk neki, bőtöljön délelőtt 10-ig, vagy délig. És csak a bar micva előtti bőt az, amikor bőtel teljesen, hogy tudja, mi az a bőt, de nem hamarabb. Ez egy micva. A másik micva pedig fiúkra vonatkozik, mert a bőt ugyanígy lányokat és fiúkat egyaránt, nem csak kicsit, amikor nagyobb lesznek, próbálok őket rászoktatni,
Van egyébként egy olyan szokás, hogy az utolsó három böjtöt, a bar mitzvát előzve próbálja teljesen végigböjtölni, és mindig más ez az utolsó három böjt. Ez sehol nincs így egyértelműen leírva, de ez egy ilyen elterjedt szokás. Egy másik micva a fiúk esetében, amire nem tanítunk, nem próbálunk a gyereket rászoktatni, az pedig a tfilin. Hogy kössön az imasziat a karára és a fejére. Miért nem? Mert a tfilin az egy nagyon szent tárgy, tiszteletbe kell tartani, tisztaságban, stb. És nem merünk ezt rábízni a gyerekre. Mikor kezd a fiú gyakorolni a tfilint? Két szokás van. Az egyik szokás az, hogy bármicvatól kezdve, pont azért, mert nem szeretnénk egy kiskorú gyerekre rábízni a tfilint, akkor a bármica napjáig nem rak tfilint. Mikor van a bármica, amikor 13 évet betöltötte, és kezdte a 14. évet, akár az első napon. De teljesen befejezte a 13. évet, akkor kezdi rakni a tfilint. Ez sok helyen Magyarországon is ez volt a szokás, amikor én bar mitzva lettem, akkor a bar mitzva előtt egy pár nappal az apám azt mondta, vegy elő a tfilint, nézzük meg, tudod-e rakni a tfilint, ismered a halakát, hogy kell rakni, mikor kell mondani áldás, stb. És látta, hogy jó, tudom, rendben van. És bar mitzva nap, reggelen akar raktam először tfilint. Más szokás van, hogy mégis a bar mitzva előtt egy picivel már kezdi gyakorolni a tfilint. Miért? Mert a tfilin rakáshoz kell egy kis fizikai gyakorlat. Mivel az embernek csak egy keze van a tfilin rakása, nem tudja használni két kezet, és akkor sokszor, amikor az ember először rakja a tfilint, akkor valahogy nem sikerül, nem áll meg a helyére, nem kerül a helyére, stb. És ezért jó, hogy a bar mitzva előtt már gyakorolja egy kicsit, hogy amikor már 13 éves és egy napos lesz, akkor már tudjon rakni a tfilint. A Chabadban az a szokás, hogy két hónappal, körülbelül 60 nappal a bar mitzva előtt kezdi rakni a tfilint, ebből mondjuk a fele, vagy majdnem a fele még áldás nélkül, csak gyakoroljon, és utána, amikor már tudja jobban rakni, akkor már gyakorolja az áldással együtt, úgy, amikor bármicva lesz, amikor tudja rakni a tfilint, és innentől kezdve az egész életen át, minden hétköznapon, ami se nem szombat, se nem bibliai ünnep, akkor fogja rakni a tfilint. Én még egyszer mondom, nagyon-nagyon hasznosnak tartom, mert emlékszem, amikor én bármicva lettem, vagy más gyerekek, nagyon nehéz volt az első napokban a tfilin rakás, és már kötelező volt. Nem vagyok biztos, hogy mindig jó helyre került a tfilin az első napokban. Ezért nagyon hasznos ez a szokás, hogy egy pár hónappal, két hónappal korábban a Chabad szokás, vagy vannak más szokások is. Például a maga a Lubavitchi Rebbe-ről az van leírva, a nagyapja írja le, hogy ő egy hónappal az esküvőn. A bar mitzva előtt kezdte gyakorolni a tefilint. Mivel készül a fiú vagy a lány a nagykorúságára? Az igazság az, hogy a fiú vagy a lány a nagykorúságára nincs előírva semmi, amivel kell készülnie. Ami azt, mert lényegében a nagykorúság az lesz, és már korábban is gyakorolta a micvákat, és később is fogja gyakorolni. A különbség az, korábban az csak gyakorolta, most már saját felelőssége az teljesíteni.
Így előírás nincsen, mivel kell készülnie, de a lényege az, hogy lelkileg fel kell készülnie, hogy ő már nagykorú lesz, és már saját felelőssége van odafigyelni a micvákra. Nem, most innentől kezdve a szülők továbbra is fognak segíteni neki, de ez már nem a szülőknek a felelőssége, az már a saját felelőssége van. Szóval lelkileg kell készülni arra, hogy én már nagykorú leszek, és én elkötelezem magamat a micvákhoz. Természetesen ez fontos, hogy egy kicsit felfrissítsen a tudását a különböző micvákra, legyen a szombat és a kóserság, és a tfilin rakás, ez természetes is hasonló dolgok, de a lelki felkészülés a legfontosabb. Mondja a Zohar. A Zohar azt mondja, hogy ugye a Zohárnak a szerzője, Rabbi Shimon ben Yochai, híres talmudi bölcs, a Kabbalának az atya. Erre azt mondja a Zohar, hogy egyszer volt, hogy Rabbi Shimon ben Yochai meghívta a tanítványai és barátjai egy nagy lakomára, amit nála otthon rendezett. Tett az asztalra drága edényeket, drága mindent, és a bölcsegat ültek az asztal körül, és Rabbi Simon nagyon boldog volt. Megkérdeztek Rabbi Simon, mi ez a nagy boldogság? Ez egy sima hétköznap, miért ma boldogabb, mint máskor? Erre azt mondta, ezen a napon jött le egy szent isteni lélek a fiamnak. És ezért most ez a nagy öröm, odaültette a fiat Rabbi Elazárt mellette, és azt mondta neki, figyelj, ülj csak ide, fiam, mert ezen a napon te szent vagy. Most az, hogy ő beszél itt az isteni lélekről, ez kapcsolódik egy másik dologhoz, ami írva van. Minden zsidó, amikor megszületik, kap egy isteni lelket. A lányoknak az jár és megkapják. A fiúknál van még egy kis akadály, az pedig a brisz, a körülmetélés. Ameddig nincs meg a körülmetélés, addig nem tudja igazán befogadni a testében az isteni lelket. Amikor már belépett Ábrahám szövetségeben, akkor már tudja fogadni. A lányoknál természetesen nincs ez az akadály. De ez csak részben tudja már fogadni az isteni lelket. Valójában teljesen akar tudja fogadni az isteni lelket, amikor bat micva lesz a lány, vagy bár micva lesz a fiú. 12 vagy 13 évesen, akkor teljesen beköltözik benne a testében az isteni lelke. Erre utalít Rabbi Shimon ben Yochai, ezen a napon jött le, vagyis teljesen, véglegesen jött le a fiamhoz az isteni lelke. A dolog magyarázata nagyon egyszerű, mert most kötelező neki a micvákat teljesíteni, már fogja teljesíteni a micvát, ezért már költözik benne az isteni lelke. Ameddig nem kötelező a micvákra, akkor még nincs mit keresnie. A zsidó hagyomány azt mondja, hogy minden embernek van jécer tovja és jécer hará. A jécer tav az a jó ösztön, a jécer hará az a rossz ösztön. Érdekes, hogy az van írva, de a jécer hará, a rossz ösztön az születésével kezdődik. Sőt, egyik vélemény a Talmudban, hogy még a születése előtt is már ott van a rossz ösztöne, és bizonyítékre azt mondja, hogy még amikor a terhesség alatt az anyuka fogja érezni, hogy a gyerek rugdosja. Ami azt jelenti, hogy kicsit rosszalkodik.
az isteni, a jó ösztön, az a bár mitzva és bat mitzvakor jön hozzá. Mert amikor neki már kötelező a mitzvákat, akkor van neki jó ösztön. Addig nincs neki jó ösztön. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezért miért ünnepelünk? Ünnepelünk azért, mert örülünk annak, hogy már kötelező nekünk a mitzvák. A gyerek, a szülők örülnek a gyereknek, a gyerek örül magának. Ah, most már kötelező nekem a mitzvát, ez az öröm. Ez az öröm. Érdekes, mire van, hogy otthon ünnepeld. Otthon ünnepeld, ami azt jelenti, jó, gondolom, hogy Rabbi Shimon bar Yochai-nak nem volt nagy palotája, akkor ilyen nagy, bensőséges családi ünnepség volt. Ma már általában a bar mitzvák sokan jönnek, a bővített család és a baráti kör, általában akkor már a zsinagógában vagy egy teremben ünnepelnek, de ez mondom technikailag. Emlékszem, amikor a 70-es években én jártam bar mitzvákra, sokszor volt, hogy tényleg a családi otthonban volt a bar mitzvá, az osztálytársunknak, vagy ilyesmi, de később egyre inkább egy terembe, vagy a zsinagógát használnak akkor, mint terem. Most az, hogy mi örülünk a mitzváknak, ez egy nagyon fontos dolog. Mert lehetne másképpen is fogadni a mitzvákat, jaj, sajnos, kötelező, muszáj lesz, nem. Mi kötelező lesz, de örülünk ennek, mert tudunk kapcsolatba lépni az Istennel. Most, hol van leírva az a Tórában, hogy 12 vagy 13 évesen lesz nagykorú a gyerek? Erre a Talmudban és a Midrásban vannak ilyen utalások. Például Simon és Lévire az van írva, hogy Simon és Lévi ilyen emberek voltak, és akkor épp 13 éves lett. De azt mondja a Talmud egyértelműen, hogy az a 13 évesen. Nem fog állandóan ismételni bar mitzva, bat mitzva, 13-12 éves. Ha azt mondom bat mitzva, akkor ez valószínűleg akkor általában ugyanígy bar mitzva. Ha azt mondom 13 éves, ugyanígy 12 éves, vagy fiú, vagy a lány, nem fog állandóan ismételni bar mitzva, bat mitzva, kivéve amikor különbséget teszem a kettő között. Az, hogy a nagykorúság az 13 éves, azt mondja a Talmud, ez halachal Moshe-mi Sinai, az a szóbeli tanba benne van, Mózes ezt hallotta Istentől, és tovább adta nemzedékről nemzedékre, ameddig nem lett leírva a Talmudban. 13 éves, vagy 12 éves, ez Isten úgy határozta, hogy ez a 13 éves. És itt nem azt nézünk, hogy a gyerek mennyire fejlődött, hanem elfogadjuk, hogy abban a szempontból tud már felelősséget vállalni. De vannak erre mindenféle utalások, bibliai utalások. Most, ha ünnepeljük ezt, akkor már az ünnepséghez, az ünnepségnek van forgatókönyve. Akkor most egyelőre fogunk beszélni a bar mitzváról, és később majd beszélünk a bat mitzváról. Ha van egy protokollra, akkor erre fel kell készülni, hogy tudjon a gyerek mit kell csinálni. Először, azt már említettünk, a tfilin rakás, azt már tanulja. Aztán, amikor bar mitzva van, természetesen a gyerek a főasztalnál ül. Általában a gyerek ugye 10-valahány éves, az csak a többi ember között, amivel ma ünnepeljük őt, akkor ott ül a gyerek. A bar mitzvánál mindenképpen a gyerek egy dróset mond. Azt jelenti, hogy kifejt egy tórai gondolatot. Valamikor a rabbi a zsinagógában
igyekszik, hogy a dróse ne legyen hosszabb, mint egy-két vagy három percet, a bar mitzvánál nem igyekszik, hogy nagyon rövid legyen, hanem kifejted egy gondolatot. Elterjedt, hogy a gyerek mond egy pilpul. Mit jelent egy pilpul? Pilpul azt jelenti, veszed talmudi témát, és mondjuk a talmudból idézed belőle egy kis részt, aztán ahhoz a konklúzióhoz tesz fel egy kérdés, aztán próbálja a kérdést megoldani, aztán kiegészíti, megcáfolja, szóval kicsit egy ilyen végig beszél egy témát. Ez természetesen a gyerek már korábban felkészül erre, átveszi az anyagot, próbálja megérteni a saját szintjén, és azt adja elő. A gyerek általában nincs papírja, amiből felolvas, hanem azt ő átveszi, és utána gyakorolja, és fejből mondja el. Ez a pilpul, amit a gyerek mond a drósénál. A bármit. Ez a drós, amit a gyerek mond a bármit száján. Ehhez kapcsolódik az ajándék. A gyerek a bármit száján kap ajándékot. Most egy vallásos gyerek esetében általában vallási könyveket szoktak adni neki, valamikor adnak neki egy kis pénz ajándék, amit ő majd költeni fogja valószínűleg könyvekre, vagy előfordul valaki, ad neki egy órát, vagy olyasmi. Ezt a bármica ajándékat hagyományosan a rabinikus irodalomban úgy nevezünk ezt doirendrasa. Doirendrasa. Doirendrasa azt jelenti ajándék a drósére. Szerinti olyan, mint a meghálalunk, milyen jól mondtál a drósért, tessék, itt kapsz egy ajándékat. És így is szoktunk beírni a könyvben, doirendrasa, ezt a doirendrasa, ezt adok ennek is ennek a gyereknek a bármicajára, és kívánom, hogy tényleg egy nagy tudós legyen, és gyakoroljon a micvákat az élete végéig. Doren drasa, vagy ilyen áskenázi kérdésben, doiren droso. Van egy olyan szokás, hogy a gyerek felkészül, és kezdi mondani, és utána a jidis kifejezésed, men zinktarain, utána megszakítják, és megzavarják őt a droséban, egy-két perc után ne tudjon ezt folytatni. Zimmentavo, mazoltavo, mazoltavo, zimmentavo, zimmentavo. És a gyerek próbál meg egy picit folytatni, és erre az emberek még jobban énekelnek, és aztán abba hagyja. Van egy olyan szokás is. Például a pápai rabbi, emlékszem, hogy mindig nagyon mérges volt. Nu, elég volt már, folytassan. Pápai rabbi mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a gyerek fejezze be. Apámnak is mindig az volt a vélemény, azt mondja, a gyerek felkészült, engedd el, hogy fejezze be. De mindenképpen ez egy elég elterjedt szokás, sok helyen van az, hogy a gyerek nem fejezi be. Valamikor a rabbi utána külön kéri tőd, mond nekem halkan az egészet, de nem hangosan. De sok helyen a gyerek végig mondja. Zseni gyerekek esetében szoktak mondani, hogy ő maga készítette a saját pilpulját, a saját róséját, a bármicára, ő maga készítette. Nem egy tanár, az apja, vagy valaki készítette vele. Ahogy a gyerek 13 éves és egy napos, már belépett az egy napban, akkor már nagykorúnak számít, ő már beleszámít a minyenbe. Ezért van az, hogy ha bár mondjuk a télen van, és a bár mitzva kezdődik, amikor már sötétedés után, akkor úgy kezdődik a bár mitzva, elmondjuk az esti imát, a márivat, és a gyerek az előimádkozó, mert ő már most nagykorú, és ő az előimádkozó. Valamikor a gyerek már erre is készül, picit átnézi, mit kell mondani hangosan, mit nem kell mondani hangosan, mikor mondunk a félkádis, mikor mondjuk a teljes kádis, és ilyen dolgok. Ez is egy bizonyos felkészülés. Mindenképpen a bár micva, van az a vélemény, ami azt mondja, hogy mivel a gyerek mond egy pilpult, egy drósét, ettől igazán valási esemény. Mert ha nem akarsz, csak egy étkezés, aminek az ember örül,
Tehát ha mond egy kis tórai tan, akkor ez egy vallási első. Mindenképpen a bármicet szoktak, nem csak ilyen sütemény, vagy ilyesmi, hanem a teljes étkezést szoktak tartani, és az étkezés végén a gyerek az, aki vezeti az utó áldást, ez ismeri kell az imunt, ha legalább három zsidó férfi együtt eszik kenyeret, akkor nem csak a sima asztali áldást mondjak el, hanem még előtte van egy ilyen közös áldás. Akkor ezt a gyerek vezeti, ezt az utóáldást, mert ő már nagykorú. Másnap reggel szintén sok esetben a gyerek lesz az előimádkozó reggeli imánnál, mert ő már nagykorú. Csak eszembe jut egy kis anekdóta, hogy amikor én bármica lettem, akkor másnap reggel van az a szokás, hogy a rabbi rakja fel a tfilint a bármica gyerekre. Ugye ez az a szokáshoz kapcsolódik, hogy a gyerek először rakja a tfilint a bármica reggelen, tehát nem ő egyedül rakja, hanem a rabbi rakja neki, olyan, mint ez a felavató rakása. És akkor ott voltam, és a pápai rabbi rakta fel a karomra és a fejemre. Utána valahogy rosszul éreztem magamat, és ha jól emlékszem, még hántam is ima közben, és ezért nem tudtam nagyon odafigyelni az imára. Imádkoztam, de nagyon rosszul voltam, ültem, és ilyen csendben, és egy picit imádkoztam, de nem nagy áhítattal, mert rosszul voltam, de igyekeztem, mert tudtam, hogy ez első reggel. Ima után odaért hazam az egyik rabbi, és kiaktatott, és azt mondta, láttam, hogy ma reggel imádkozod, ez nem illik a bármit reggelen ilyen élettelenül imádkozni. Mondtam neki, köszönöm szépen, de rosszul vagyok, és ezért imádkoztam még így. De be fogom pótolni, azt hiszem, azt igyekeztem azóta bepótolni. No, mindenképpen ez a további szokás. A Chabadban nincs ez a szokás úgy, hogy a rabbi rakja fel a tfilint, amikor kezdi rakni, vagy a bármicva napján. Természetesen az apja ott van és segíti rakni a tfilint, de nincs ez a hivatalos szakas, hogy a rabbi rakja fel. Aztán van a tóraolvasás. A 13 éves gyereket lehet felhívni a tórához, a rendes tóraolvasáshoz. A kiskorú gyereket, amikor még nem 13 éves, nem lehet felhívni a tórához, amikor hivatalos olvasás van. Egyetlen dolog, amire fel lehet hívni a gyereket a tórához, az a maftir. Mi az a maftir? Jó, remélem, hogy többen itt ismernek a maftirnak a szokását. Amik mondjuk szombaton elolvasunk el egy egész heti szakaszt. Például a héten van a slach, akkor a slach heti szakasza végigolvasunk úgy, hogy hét részben. Minden egyes részhez felhívunk valakit a tórához, ő mond áldás olvasás előtt és olvasás után, és így teljes. Hét embernek, és így végigolvastunk az egészet. Utána ismételjük az utolsó három vagy négy verset, ez a maftir, aztán olvasunk a proféta könyvéből egy olyan fejezetet, ami témában kapcsolódik a heti szakaszhoz. Ez, mivel ez már nem a heti szakasz, ez már a heti szakasznak az ismétlése. És utána csak a proféta könyveiből, ez a maftir, itt lehet felhívni egy kiskorú gyereket. Ez nagyon sok helyen Magyarországon is ez volt a szokás, hogy a bármicva előtti szombaton, akkor a gyereket felhívtunk a maftirhoz, és felolvasta mondta az áldás, és felolvasta a proféta könyveiből, de jövő sábeszkor, akkor már rendesen hívnunk fel a tórához. Mert bármicva előtt csak utolsónak lehetett felhívni a maftírnak, bármicva után már rendesen lehetett felhívni a maftírhoz. Vagy szombaton szoktunk felhívni a gyereket a tórához, de már hét közben is, mondjuk a bármicva
bármicsa lett vasárnap, akkor hétfőn már felhívunk őt a tórához, vagy a hétfőn van a bármicsa. Hasonlóképpen a kett szerdán csütörtökön, akkor felhívunk őt csütörtökön a tórához. Ha pénteken vagy szombaton, akkor szombaton hívunk fel, de rendes egy a hétből, és nem a maftérnak. A Chabadban a maftír elmarad, azt jelenti a bármicsa előtti szombaton nem hívunk őt fel maftírnak, de a bármicsa után felhívunk őt. Vagy hétfőn, vagy csütörtökön, vagy szombaton. Vannak, akik azzal is felkészülnek, hogy a bármicsa utáni szombaton a bármicsa gyerek lesz a Tóra olvasó, és az egész heti szakaszt ő fogja olvasni a Tórából, ő lesz az, aki fogja olvasni a hét embernek, akit felhívnak a Tórahoz. Ez egy nagyon-nagyon komoly felkészülés. Ha nem, akkor még mindig van az a szokás, hogy felkészül a maftirral, hogy szépen tudja a dalomat elmondani. Én mindig szoktam mondani, hogy furcsa szokás az, hogy a bármicsa utáni szombaton felhívni maftirnak, mert mint azt mondanánk, hogy valójában ő még kiskorú gyerek. És mindig szoktam próbálni úgy szervezni, hogy a bármicsa előtti szombaton legyen a maftir, és az utáni következő szombaton már rendesen hívjuk őt fel. De egy dolog biztos, hogy a gyerek nem tudja felolvasni a Tórából, csak akkor, ha már 13 éves, ha már volt bármicsa. Ha nem, akkor ő csak az áldást tudja mondani, de nem olvasni a tórai szöveget. A haftára szöveget, igen. A bármicsa után, mikor először hívünk fel a gyereket a Tórához, akkor az a szokás van, hogy az apa, miután a gyerek elmondta az áldást, akkor az apa azt mondja, Baruch sepatrani. Mondd egy áldást, hálod Istenek, innentől kezdve már nem az én felelősségem minden cselekedete. Ez egy ilyen érdekes áldás ez. Örülök, hogy nagykorú is, ő már felelős. Örülök, hogy nagykorú is, és ő már felelős a saját tetteiért, és nekem nem kell aggódni, hogy mit tesz. Természetesen a szülő tovább aggódik, pláne amikor, hát lényegében ő még csak 13 éves, de lényegében van egy ilyen áldás. Van, aki ezt mondja, ezt az áldást Isten nevében, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Van, aki a Chabadban például mondjuk ezt az áldást Isten neve nélkül, mert nem annyira biztos, hogy ez a szokás kötelező. Természetesen a bármicve napján a gyerek szombati ruhába jár, ez neki ez egy nagy ünnepnap. Mikor lesz a gyerek bármit, mert azt mondjuk 13 éves évet betöltötte, az csak a zsidó dátum szerint. De polgár, nem figyelünk ilyenkor a polgári dátumot, hanem a zsidó dátumot figyelünk. Ugyanígy nem napokat számolunk, hanem év. Például a naptár szerint ma van Szivan 19-én, akkor az a gyerek, aki ma született, akkor szíven 19-én, 13 év múlva, akkor lesz bármicsa. Közben vannak sima évek, és vannak szöke évek, az mind benne van. Amikor az a dátum jön újra, akkor az a bármicsa napja, nem nézzünk, hogy hány napos, vagy ilyesmi. Ha a gyerek Szivan 18-án vagy 19-én délután 5-kor született, naplemente előtt, 13 év múlva már tegnap este már nagykorú lesz, mert nem napokat számolunk, nem órákat. Nem kell odaérni a délután 5-ig, a délután 5 órához, hanem már is
Bármit szól ez, amikor ez a nap kezdődik. Illik a bár micvöt időben megtartani és nem halasztani. Miért? Mert ez egy öröm, ez egy különleges nap, és örülünk ennek a napnak, amikor bár micva lett, és ezért nem halasztjuk. Nem halasztjuk. Szombaton ünnepeljük, amikor felhívjuk őt a Tórához, stb. Aztán felhívjuk, örülünk annak, amikor kezdi rakni a tfilint. Most ha korábban rakunk a tfilint, akkor kétszer ünnepelünk neki a tfilinet. Először ünnepelünk neki a tfilint, amikor két, most habat szokás, még két hónap alatt bármit előtt kezdi rakni a tfilint. Másodszor pedig, amikor bármit reggelen felrakja a tfilint. Kétszer ünnepeljük ezt. A Chabadban az a szokás, hogy nem egy pilpult mond a dróséban, hanem egy haszi diskurzus, egy haszi témát végig kifejti. Nem a pilpult, hanem egy haszi, sőt, ugyanazt a haszi témát, haszi mámárt, héberül mámárt, a haszi diskurzus mondja el, amit a negyedik Lubavitch Rebbe megírta az ötödik Lubavitch Rebbenek a bár micva napjára. A hatodik Lubavitch Rebbe is elmondta ezt a bár micva napján, és elterjedt az, hogy a Chabad haszidok ugyanazt a mámat megtanítják a gyerekeket, hogy a gyerek mondjan azt el a bár micva napján. A legtöbb esetben ez a pilpul helyett. De valamikor azt csinálunk, hogy még egy kis ezen kívül még egy kis plusz tórai gondolatot mond el, legyen ez halachikusan, vagy más. Ez a Chabad szokás. Amikor a Rebbe még élt, a Lubavitch Rebbe, akkor nagyon sokan voltak, akik nem laktak ott a környéken, és mégis oda jöttek haszidak, hogy hétfőn, vagy csütörtökön, vagy szombaton, amikor a Rebbe jelen van, akkor menjen fel a Tórához, hogy a Rebbe mondja amént az ő áldására. Amikor a Rebbe már nem él, akkor mindig van az a szokás, hogy a Rebbenak a szobája, ahol a Rebbe dolgozott és tanult 40 éven keresztül, az zsinagóga lett belőle. És akkor oda megy a gyerek fele, és ott hívnak fel a Tórához. Először a Rebbe szobájában. Ez csak már ennek csak már misztikus, misztikusan van, mert ugye a Rebbe már nincs jelen úgy, hogy mond amint az áldásra. A mi esetünkben, mivel az anyukám kint lakik New Yorkba, akkor meg fogunk ünnepelni a bár micvát itt a közösséggel, utána pedig elmegyünk New Yorkba, hogy az anyukám is tudjon jelen lenni a bár micva ünnepségen. A anyukám, a testvérem, és gyerekei, stb. Akkor kétszer lényegében lesz két bár micva. Most! Eddig beszéltünk a bár micváról. Most nézzünk meg a bat micvának mi a szokásai. Most természetesen ugyanúgy, mint a bár micvánál, a lényeg a bat micvánál az, amikor a lány 12 éves lesz, akkor nagykorú lesz, és már teljesíteni kell a micvákat, saját felelősséget. És ilyenkor is a legfontosabb felkészülés, az a lelki felkészülés, hogy elkötelezi magát a micvákhoz. A múltban az volt
pontosabban nem volt az a szokásod a bár micvára egy nyilvános ünnepséget szerveztek volna. Miért? Elnézést. Miért nem? Mert nincs olyasmi, amilyen közösségileg tenni kell. A lány nem szokott előimádkozni, a lány nem szokott a tóra, nem szoktak a tórához felírni, nem szoktak beszámítani a minyanben. Ezért a bat mitzvah az inkább egy személyes öröm volt a családon belül. Az utóbbi pár, mondjuk 50 évben elterjedt a bat mitzvah ünnepsége is, mert ha minden mást ünnepeljük, akkor miért nem ünnepeljük ezt? Ha ünnepeljük egy sima születésnapot, akkor pláne olyan különleges születésnap, mint 12 éves, amikor a lány lesz. Ilyenkor miből szokott állni az ünnepség? Az ünnepségnek úgy a lányok és nők számára szoktak egy ünnepséget szervezni, és a lány egy vár tojret mond ezen a bat mitzvah ünnepséget. Természetesen ugyanúgy, mint a fiúknál, ugyanúgy a lányoknál a szülők is mondhatnak egy dvár tojret, rabik is mondhatnak dvár tojret, ez teljesen természetes. Beszélek az, ami főleg a gyerekre vonatkozik, és akkor a bat mitzvah ünnepségen a lány is mond egy dvár tojret, és megint elkötelezi magát a mitzvákhoz, és ez a dolog lényege. Volt egy idő, amikor a rabik nem annyira örültek a bat mitzvah ünnepségnek, mert a reform mozgalom, ők voltak azok, akik nagyon nyomtak a bat mitzvah ünnepséget, mert ők azt mondták, hogy nincs különbség a fiú és a lány között. A lány is tud előimádkozni, és a lány is tud tórából olvasni, stb. És akkor ezért a rabik nem akartak, hogy a reform szokás érvényesüljön nálunk, de ez az idő elmúlt, és a bat mitzvának már semmi ilyen negatív hangja nincs, és örül a lány azért, hogy kötelező lett a mitzváknak is ezt megünnepelni. Természetesen nem tud olvasni a tórában, vagy ilyesmi, mert ez a minyánhoz a férfi részen történik. Egy másik fontos dolog, hogy a szülők áldást adnak a gyereknek, legyen az fiú a bar mitzvah, vagy a lány a bat mitzváján, hogy tényleg legyen, és imádkoznak, hogy sok-sok nachesük legyen a gyerektől, tényleg a zsidóság útján járjan. Nézzem, mi az, amit elmaradt. Van az a szokás, ami főleg a bar mitzvától kezdve gyakorolják, hogy ha az ember minden nap elmond, azon kívül elmondja mondjuk a reggeli imát, mond pluszban egy zsoltár fejezetet, ami az évszámhoz kapcsolódik. Mondja, a gyerek, aki már bat mitzva lett, elmondja, azt jelenti, hogy már 12 évét befejezte, akkor kezdi mondani, mondja egy éven keresztül a 13. fejezetet. Amikor a lány 13 éves lesz, kezdi mondani a 14. fejezetet. A fiúnál, amikor bar mitzva lesz, akkor belépett a 14. évében, akkor a 14. fejezetet mondja. Amikor 20 éves valaki, akkor a 21. fejezetet mondja. Amikor 90 éves, akkor a 91-es fejezet. Minden évben azt a fejezetet mondja, amelyik évben benne van. 43 éves, akkor a 44. fejezet mondja, és kezdi ezt mondani a bar mitzvah vagy bat mitzvah napján. Másik szokás írja a Rebbe, de a bar mitzvah vagy bat mitzvah napján akkor adjon tzedokot, mert csinálj még egy mitzvah, és a tzedok az adakozás az egy fontos mitzva. A Rebbe szokta hangsúlyozni, hogy mivel
a Chabad Bar Mitzvaknál a gyereknek a tórai, a Dvar Tajret, amit mondott, de gyereknek a drósaja, az a negyedik Lubavitcher Rebbenek az írását, akkor azt ne szakítsák meg éneklésen, hanem mondjon ezt végig. Ha mindenképpen akarják ezt a szokást követni, akkor a gyerek fejezi be, kezden előről, és aztán lehet megszakítani, de csak a második körben szakítják meg, és nem a, és nem az első, és nem az első körben. Van még egy érdekes dolog a Bar Mitzva dátumjáról. Hogy lehet az, hogy valaki 2 héttel fiatalabb, mint a másik gyerek, és mégis a Bar Mitzva, de Bat Mitzva 2 héttel korábban lesz? Még egyszer, hogy 2 gyerek, mondjuk 2 fiú vagy 2 lány egymás után születtek, és az, aki 2 héttel később született, akkor a Bar Mitzva, a Bat Mitzvája 2 héttel korábban lesz. A válasz erre az, hogy ez arra az esetre igaz, amikor valaki szökő évben született. Szökő évben nem egy Ádár van, hanem 2 Ádár van most. Ha valaki első Ádáron született, és lesz Bar Mitzva 13 éves sima Ádárban, akkor van a Bar Mitzva. Nézzük meg! Valaki született első Ádár 15-én, és 2 héttel később született a barátja második Ádár 1-én. 13 év múlva egy sima Ádár van abban az évben, nincs 2, akkor az, aki a második Ádár 1-én született, ő sima Ádár 1-én lesz a Bar Mitzva. Az, aki első Ádár 15-én született, a sima Ádár 15-én lesz a Bar Mitzva. Azt mondja, aki 2 héttel később született, második Ádár 1-én, ő sima Ádár 1-én már volt a Bar Mitzvája. 2 héttel később született, de 2 héttel korábban lesz a Bar Mitzvája. A még egy haszit szokás, hogy a Lubavitcher Rebbe szokott minden egyes Bar Mitzva gyereknek mazultavat küldeni írásban, egy levélben, ameddig élt természetesen, és saját maga aláírta, és ezt szoktak a Bar Mitzvakor felolvasni, ugye megjött a Rebbenek az áldása. Amikor a Rebbe nincs, azóta szoktak felolvasni ezt az áldását, ez az áldás, amit Rebbe szokott küldeni a gyerekeknek, és bízunk benne, hogy ez az áldás még a mostani Bar Mitzva vagy Bat Mitzvának is be fog teljesülni. Most mi van akkor, ha valaki nem ünnepelte a Bar Mitzvaját vagy a Bat Mitzvaját időben? 12 évesen vagy 13 évesen. Akár 20-30-40 évvel később is meg lehet ünnepelni. Tanulja meg tvilint rakni, vállaljon a micvákat, és rendezzen egy ünnepséget, zsinagóga, felolvasás, stb. Stb. Ami késik, az nem múlik. A lényeg az, hogy tényleg azzal, hogy a gyerek nagykorú lesz, akkor ő csatlakozik a zsidó néphez, egy újabb ember, fiú vagy lány, aki gyakorolja a micvákat, és tovább adja azt a 3000 éves zsidóság a következő generációhoz. Ő maga vállalja, és majd idővel tovább fogja adni. Köszönöm szépen! Remélem, hogy kicsit rendet raktunk egy kicsit a Bar Mitzva és a Bat Mitzva szokásaiban. Mazel tovot kívánok a fiamnak, akinek mondom, kevésbé mint 3 év múlva lesz a Bar Mitzva, adjan Istenem, a feleségem és én, és a nagyszülők sok-sok náhez, sok-sok örömet legyen tőle és a többi gyerektől. Amen. Köszönöm a figyelmet, majd holnap folytatjuk a Zoáról, kedden pedig a haszid történetekkel, és szerdán pedig haszid
kérdezze a rabit, csütörtökön pedig a heti szakasz. Még egyszer, ahogy mindig szoktam mondani, ha valaki szeretne követni az imát, közösségi imát Zoom-on, akkor minden reggel a Vasvári Pál utcai imát lehet követni. 8:45-től a cím az viva.tfilin.hu. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!